volt egy olyan 15-20 percünk, ahol emberforba futballozott a Kispest, annak ellenére, hogy nem volt jobb, csak ha egy-két játékos ott az első fél időben jobban támad vissza, jobban támadunk vissza, jobban keresi a játékot egy-két játékos, akkor szerintem több lehetőségünk lett volna az első fél időben. Ez elmaradt, de a másodikban azt gondolom, hogy a cserék azok nagyon jót tettek, és a második fél időben már olyan többet mertünk vállalkozni, többet mertünk játszani a Trajkovic személyben, vagy a Kalmár Zsolt személyben, vagy a Leo is, hogy bejött, és sokkal másabb volt a játékunk, és olyan gólt kaptunk, ami sajnos ebbe a talajba benne van, hiszen elcsúszott a Svec, hiszen nem volt, én úgy érzem, a Kispestben nem volt nagyon benne a gól, és összességében azt mondhatom, hogy igazságos döntetlen született, mert nem lehet 15-20 percet adni egy ellenfélnek, még idegenben sem. Fue un partido, creo, bien jugado tácticamente. Creo que merecimos ganar porque tuvimos, yo pienso, tres veces más la oportunidades de ellos. Y lástima que no hemos ganado, pero si seguimos jugando de esa forma y luchando de esa forma, yo creo que ganaremos muchos partidos. Egy jó taktikus mérkőzés volt, azt gondolja, hogy a Honvéd megérdemelte volna, hogy megnyeri a mérkőzést. Háromszor annyi helyzetünk volt, mint az ellenfélnek, úgyhogy ő azt gondolja, hogy ha így fogunk játszani a jövőben, akkor valószínűleg fogunk még mérkőzéseket nyerni a bajnokságban. Mi az, amiről esetleg úgy érzi, hogy a továbbiakban lehet majd javulni? ¿En qué parte se puede mejorar el Honvéd? No, por supuesto se puede mejorar en todo. Tenemos que mejorar en la confianza en nuestros mismos, porque si jugamos la pelota con un poco más de confianza, hemos visto que tenemos buenos recursos también técnicos y podemos hacer el partido. Természetesen mindenben javulnunk kell napról napra, de ezen a mérkőzésen azt emelnék ki, hogy az önbizalomban kell javulni a játékosoknak, hogyha sokkal jobban bíztak volna magukban, akkor talán még jobban kijönnek ezek az egyérintős játékok, hiszen látszik, hogy az a játékosok alkalmasak, megvan a megfelelő technikájuk, azt kell, hogy még jobban bízzanak magukban.